ilyen versenye már indult, és ezt a versenyt sem szerette volna kihagyni. Számukra a bajnokságban nincs tétje a versenynek, úgyhogy ha jól tudom, akkor ők örömautózni érkeztek. Melyik a kedvenc gyorsaságid, és miért? Itt mindegyik a kedvencem. Az Orfű is, a 70 is, itt mindegyiket nagyon szeretem. Szeretem ezt a pécsi versenyt, imádom. Akkor jó örömautózást kívánunk nektek, és viszlát a prológon! Thank you.
ismételten egy Mitsubishi 18-as rajtszámmal Maricek Miklós és Kovács Szabolcs, akik hármas géposztályban egy 8. helyet szereztek az Evo 9-es Mitsubishivel. Miki, szállj ki, ha ki tudsz. Az összes Mitsubishinek pedig gondja van? Nem hoztál, te nem hoztál éket, mint a kis sapkó. Most jól nem mozdulj. Szabi fogja a kéket. Humánba, ez jó duma, ezt megjegyzem. Szóval, Maricek, Miki. Hát ennél te is előbb szoktál végezni. Volt valami? Action? Csak az volt, meg az, hogy nem mentem gyorsan. Igazából nehéz verseny volt, jó verseny volt. Mindig örül az ember, amikor a meccsek rally teljesíti. Azt gondolom, hogy ez is egy komoly emlék lesz így ebben a versenytával, meg gyorsaságukkal. Állandóan mellé nyomtam a guminak, és állandóan nyomtam a féket. Ez a két oka volt. Így elmelegíted a gumit, ha nyomod a féket, azt tudod? Persze, aztán rájöttem, hogy ha nem a gyorsaságim miatt szeretnek, akkor legalább néha menjek keresztbe. Úgyhogy sikerült, ugye a 20 évvel ezelőtt még ment jobban, de nagyon szeretem ezt a dolgot. És hagy rögödje meg az alkalmat, hogy megköszönjem a csapatnak ezt az egész éves munkát. Mehet a taps a csapatnak! Azt gondolom, hogy társadalmasak voltunk minden téren. Ez egy új csapat volt, és csoda velük dolgozni. Egy nagy tapsot Maricek Mikinek, és akkor a csapatának is. Maricek Miklós és Kovács Szabolcs, akik tehát inkább a látványra helyezték a hangsúlyt. Megy ez a Maricek Mikinek, azért emelte ki a 20 évet, hogy akkor jobban ment, mert akkor ladával ment 20 évvel ezelőtt.